szerint járnánk fel zenei alapfokú művészeti iskola, tanézzel a rendezvény. Kedves vendégek, szülők, nagyszülők, kollégák, kedves gyerekek! Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. Mondta Antoni de Saint-Exupéry. Biztosan állíthatom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem érzékelhető, hogy a világ általunk is épül, és tanultunk felelősen élni, felelősnek lenni a gondolatainkért, szavainkért és tetteinkért. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött. Terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek. A tanévzáró nem csak ünnepélyes lezárása egy tanévre, hanem egyben számvetés is. Megállunk ünneplőbe öltözve, hogy valóban ünnepelhessünk. Ebben a tanévben 374 tanuló járt az iskolánkban. A napi oktató-nevelő munkát 21 pedagógus látta el, munkánk egy iskolatitkár, egy könyvtáros, egy hangszerkarbantartó és két takarító segítette. Azt hallom, hogy az iskola két alapfeladatának, az oktatásnak és a nevelésnek megfelelő összhangban kell lennie. Ezt az összhangot úgy gondolom sikerült megtalálni az idei tanévben is. Nekünk az a dolgunk, hogy a rábízott tanulókkal elsajátítassuk az adott tananyagot, nevelést pedig minden pillanatban, minden tettünkkel végzünk. A személyiség formálása, az általunk fontosnak tartott értékek, a szociális érzékenység, a tisztelet egymás és önmagunk iránt, kultúrára, művészetre, szépre és jóra való fogékonyság, mind-mind olyan értékek, melyek átadása ugyanolyan fontos, mint a tananyag oktatása. Hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához négy tanszakon működött iskolánk, négy tanszakvezető segítette az iskolavezetés munkáját. Zongora tanszak. A tanszakvezető Takácsné Németh Magdolnak. Tanárai Takácsné Németh Magdolnak, Bőri Jenő, Egyedén Somogyi Hajnalka, Müller Ilona, Rudmán János és Király Emőke Mária. A tanulók létszáma idén 102 fő volt a tanszakon. Tanszaki hangversenyt tartottak 2018. novemberében. Versenyen is részt vettek. Az 5. alapfokú Szanyi Irma regionális zongora versenyt rendezték 2019. 1.-25. Székesfehérváron, ahol Holmán Lidia ezüst minősítést ért el felkészítő tanár Rudmán János. Hallgassák meg Bartók gyermektánc című művét, előadja Horváth Lidia. Thank you.
Thank you.
Fúvós küldőtanszak vezetője, Haga Kálmán tanárai Fúvós tanszakon, Király Lajos, Tótrombos Patrícia, Zavaszkiné Fehér Éva, Fúvola fúrja, Talmoncai Béza fúrja, Klarinét Fúvola, Schmidt János fúrja, Klarinét Szakszakon, Haga Kálmán Néni Béla vészfúvós hangszerek, Tóth Péter, Fazekas Ádám tütő. A tanulók létszáma a tanszakon 39 fúvolista, 13 fafúvós, 48 fúvójás, 24 vészfúvós és 46 ütős. Tanszaki hangversenyt tartottunk fúvós részről 2018. novemberében és decemberében, ütő pedig 2019. májusában. Sok versenyen szerepeltek fúvósaink. A 16. Veszprémi regionális trombita versenyt tartották 2018. december 5-én Veszprémben, ahol Molnár Csaba bronzfokozatokért el, felkészítő tanár Haga Kálmán. A második Szűcs József fafúvós versenyt 2019. február 5 és 6 között rendezték Veszprémben, ahol Jó Zsombor aranyminősítést ért el, felkészítő tanár Haga Kálmán, Almási Dániel és Kovács Benedek pedig bronzfokozatot ért el, felkészítő tanár Tarnócai Géza. A 13. országos kürtverseny területi válogatóját rendezték 2019. első 23-án Győrben, ahol Almási Ádám megszerezhető 60 pontból 54-nél tovább jutott a döntőben. Az országos döntőt 2019. harmadikor 8 és 10 között rendezték Kisújszálláson, ahol Ádám harmadik helyezést ért el. A 10. országos cipralászó fújóverseny területi válogatóját 2019. másodikor 16-án rendezték Szombathelyen, ahol Jó Zsombor a megszerezhető 60-ból 54 ponttal az országos döntőbe jutott. Az országos döntőt 2019. 4. 12 és 14 között rendezték Budapesten, ahol Zsombor első helyezést ért el, felkészítő tanár Haga Kálmán tanári különdíjban részesült a versenyt. Most pedig hallgassák meg Zsivkovics Dalocska, előadó Szabó Barnabás szilofonon. A tanulók eredményes versenyéhez nagyban hozzájárult a pedagógusok felkészítő munkája is, melyet ezúton a tanulók nevében is megköszönök. Köszönöm pedagógusi elhivatottságból fakadó munkájukat, szabadidejüket feláldozó önzetlen tevékenységüket. Zenei pályán tovább tanuló sikeres felvételit tett növendékek: Almási Dániel, fagott, tanára Tarnócai Géza, Nesik Tamara, szakszofon, tanára Schmidt János, Zavaszki Alisz, fúvola, tanára Tótrombos Patrícia. Elméletű felkészítőjük Szigetsánné Frajnterész. A zeneiskola éves programjai a tanévben a következők voltak. 2018. október 1-én a zenevilágnapi alkalmából rendeztünk ünnepi hangversenyt.
November 7-én zeneiskola névfelvételének 30. évfordulója alkalmából rendeztünk ünnepi hangversenyt a zeneiskola hangversenytermében, a járványi család, az egész járványi család részvételében. November 16 és december 14 között tanszaki hangversenyekre került sor. December 20-án rendeztük a karácsonyi hangversenyünket. 2019. januárjában fél évébe számolunk óta. Január 19-én a Tapolcai Ifjúsági Fúkózenekar újévi és egyben 35 éves jubileumi hangversenye volt. Április 1 és 12 között rendeztük a zenei napok rendezvénysorokat. Május 13-14-16-án nyílt nap volt a zeneiskolában. Május 17-én rendezték a felvételit, május 10-én pedig hangszer bemutatókat tartottunk. Június 9-én volt a vonószenekar ünnepi hangversenye. Május végétől hétvégig beszámoló tanszaki hangversenyek alapvizsga, záróvizsga volt az iskolában. Most pedig hallgassák meg Chopin variációk egy Rossini témára. Előadja Zavadszky Alisz Tuholán és Őri Jenő zongorán. Hagyományai szíven jutalomkönyve, oklevelek és címek átadására kerül sor. Én szeretném jelenteni, hogy ők az év tanulói ebben az évben. Almási Ádám, aki kisújszálláson a 13. országos külföldversenyen 3. helyezést ért el,
Felkészítő tanár Péti Béla. És szintén az évtanulója Jó Zsombor, aki a budapesti 10. országos Cidra László Furia versenyen első helyezést ért el, illetve, ahogy elhangzott, szintén a Veszprémben a Szűcs József Fafogós versenyen aranyminősítést szerzett, felkészítő tanára Hagak Kálmán. Kedves szülők, tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy önök a legdrágább kincsüket adják át minden év szeptemberében nekünk, és mi szakmai tudásunkkal és emberi tartásunkkal tudjuk csak kivívni, és továbbra is megőrizni az önök tiszteletét. Köszönöm, hogy bizalmunkkal tisztelték meg a Tapolcai Járványban Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusait azzal, hogy iskolánba íratták gyermekeiket, ránk bízták azok nevelését, oktatását, és hogy egész évben kitartottak mellettünk, hogy a bizalom nem tört meg. Köszönöm. Kedves gyerekek, kívánom, hogy tartalmasan, vidáman, hangulatban teljék a nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt köszöntessük az új tanévet. Ezekkel a gondolatokkal a 2018-19-es tanévet lezárnak.